Hazámat erőnköz mértem megvédem. Képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segítsen. 2010-ben az országgyűlés elsöprő többséggel szavazta meg, hogy egyszerűsített honosítási eljárással kaphassanak állampolgárságot a határon túlélő magyarok. A Makói Városháza dísztermében kedden 17 személynek nyílt lehetősége arra, hogy letegye az esküt. Az eseményen Cirbus Gábor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, ez a rendezvény az önkormányzat számára is fontos, és a külhoni magyaroknak is igen sokat jelent. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon régóta vártak arra a pillanatra, amely a mai nappal elérkezett, hiszen visszakaphatják mindazt, ami az önöké. Én tudom, hogy nagyon nehéz volt önöknek, és még a mai napig nagyon nehéz az, hogy magyarként kellett élni, magyar állampolgárság nélkül. Élnek akár a felvidéken, akár a Vajdaságban, akár a Bánságban, akár Erdélyben. Minden nap meg kell küzdenie a magyarságáért, minden nap meg kell küzdenie azért, hogy ő magyar. És nyilvánvalóan, akik ott élnek, rendkívül nehéz lehet ezzel nap mint nap szembesülni. Külön elismerés önöknek, mindazért, hogy vállalják a magyarságukat, olyan nehéz körülmények közt is. Stábunk kíváncsi volt, hogy a megjelentek életében mit jelentett ez a pillanat. Mi számunkra egy jó érzés, mivel hogy régóta magyar iskolát csináltunk, magyarul tudunk, magyarul érezzük magunknak, magyaroknak érezzük magunkat, és öröm, hogy megtehettük ezt a lépést. Büszkeséggel töltött el a mai nap az, hogy letettem ezt az esküt is, hogy elmondhattam, és nekem ez nagyon fontos volt, mert mindig is magyarnak tekintettem magam, és kicsit mindig úgy éreztem, hogy talán nincs annyi lehetőségem ezt büszkén vállalni a jelenlegi városomban, mint most, és most már egy kicsit talán úgy, nem tudom, könnyebben vagy még büszkében vállalhatom, hogy magyar vagyok. Visszakaptuk azt, amit elveszítettünk régen, és ez nagyon fontos nekünk, szóval valahogy nem voltunk egészek, most már összejöttünk. Az eskütétel és a magyar himnusz közös eléneklése után Cirbus Gábor alpolgármester átadta a hivatalos okiratokat.